Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damira Dálbők. Ebben a videómban a Joyride, vagy magyar címén kéjutazás trilógiát fogom rangsorolni. Tartsatok velem! A Joyride, vagy magyar címén kéjutazás című filmet Steven Spielberg Párbaja inspirálta. Ugye itt is arról van szó, hogy van egy kamion sofőr, akinek alig mutatják az arcát az egész film alatt, és aztán ő a nagy kamionjával szeli az utakat, és közben terrorizálja, cseszteti az autósokat, illetve hát kiszemel magának egy autóst, és aztán őt a hosszú útja során folyamatosan terrorizálja, illetve mindenféle feladatokra kényszeríti. És az a film azóta ugye már két folytatást is kapott, tehát egy trilógiáról van szó, ott egy trilógiáról beszélünk, ami szerintem összességében mégül is egész jó lett, mert egy szórakoztató trilógia az egész, de eléggé változó minőségű színvonalú, illetve igazából stílusú filmekkel, mert valójában mindhárom film teljesen más stílusú lett, meg másmilyen. Az első rész az még egyfajta thriller-horror keverék, alig egy vagy max két gyilkossággal, a másik résztől viszont már egyre több gyilkosság történik, és igazából egyfajta slashernek lehetne mondani, illetve kínzós slashernek már mindkét folytatást. És hát ugye a slasher, ami a gyilkos a kamionját használja fegyverként az esetek többségében, és hát ugye részről részre egyre brutálisabb és véresebbek is ezek a filmek. Úgyhogy akkor nézzük is őket. Harmadik hely a Joyride 2 Dead Ahead című film 2008-ból, magyar címén 2002 Holt Sáv, ami ugye nálunk is megjelent DVD-n. A briteknél ez egy teljesen más címet kapott, ott Roadkill-nek nevezik ezt a trilógiát, Roadkill 2 ugye a második rész, és ha jól tudom, akkor az egész trilógiában ez az egyetlen olyan film, ami nem jelent meg Blu-ray-en, ha jól tudom, akkor sehol se a világon. Ami egyébként tök érdekes, hogy nem adták ki. A második rész szerintem a leggyengébb az a három film közül. Egyáltalán nincs meg benne az a fajta hangulat, izgalom és feszültség, ami az első részben benne volt. És hát tényleg jóval gyengébb annál. Valamilyen szinten szórakoztatónak lehetne mondani, meg ugye véresebb is. Több szerepet kap benne a kamionos Rusty-nél. Egy nagyobb társaságot szemelt ki magának, úgyhogy éppen emiatt ugye a gyilkosság is több van benne. Úgyhogy szerintem jó irányba ment egyébként tovább a film, mert tetszik ez a slasher irányvonal, ugye a slasher a kedvenc alműfajam, de ez a film ez nem mondanám azt, hogy nagyon rossz lenne, mert tényleg szerintem bőven nézhető, de szimplán csak gyenge. Aztán második hely a Joyride 3, aminek Roadkill az alcíme, ami ugye vicces, mert az angoloknál ugye eleve Roadkillnek hívják a filmet. Magyar címén kiutazás 3, ez nálunk nem jelent meg egyáltalán, ez a kezemben az amerikai Blu-ray. Ezt a filmet az rendezte, aki a Haláskitörő 3., 4. és 5. részét. Én szeretem mindegyik Haláskitörő filmet, és ez a film ez nagyjából ugyanazt a stílust, illetve hangulatot hozza, mint az a három film, amit ugye Declan O'Brien rendezett, és nekem ez a film is tetszett. Szerintem iszonyatosan pörgős és szórakoztató az egész film, sok a gyilkosság, jók benne az effektek, hagyományos effektek vannak ugye benne, nem CGI, úgyhogy normálisan meg vannak csinálva, és tényleg egy baromi szórakoztató filmről van szó. Ami ugye nem neveznék túlságosan jó filmnek, mert vannak olyan problémák, de tényleg egy szórakoztató darab, amit igazából szeretek, úgyhogy igen, ez a második hely. És aztán első hely ugye nem is lehetne más, mint a 2001-es Joyride magyar címén kéjutazás, és egy picit visszatérve a harmadik rész az 2014-es, úgyhogy elég sok év telt el mindegyik rész között. Tehát az első helyen az első rész, amiben Paul Walker, Steve Zahn és Lily Sobieski a főszereplő. Ez nálunk is megjelent DVD-n, kétféle kiadásban is. Blu-ray-en egyik részt se adták ki nálunk. És ez a film szerintem nagyon jó lett. Tényleg rendkívül izgalmas és feszült nagyon sok helyen. A főszereplőket nagyon könnyű megkedvelni, nagyon rövid idő alatt, és éppen emiatt izgulunk értük nagyon.
És a finálé szerintem nagyon jó, fantasztikus, tényleg annyi, olyan szinten feszült az egész. És ugye az egész arról szól, hogy a két testvér, a két fivér megtréfálnak egy kamionos CB rádión keresztül, csak hogy a kamionos elkezd bosszút állni, visszatréfálni ugye őket, az életükre törüldözi őket, és mindenféle feladatokra kényszeríti őket. Szerintem tényleg egy nagyon jó film lett. Úgyhogy minimum az első részt ajánlanám a trilógiából, hogy nézzétek meg, hogyha még nem láttátok. És aztán, hogyha tetszett, akkor igazából lehet próbálkozni a második, harmadik filmmel is, mert ugye nézhetőek, főleg a harmadik rész szerintem. Úgyhogy Joyride első rész, nagyon jó darab. Nos, hát ez volna a Joyride kéjutazás trilógia. Hogyha már láttátok, akkor hozzászólásba írjátok meg, hogy nektek hogy tetszettek ezek a filmek, ti hogy rangsorolnátok őket. És hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a like-ra, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon, hozzászólásban pedig megiratjátok a véleményeteket, illetve ha van bármiféle kérdésetek, akkor azt is megfelteltitek a videó alatt. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!